Nagyon szépen köszönöm. A Vasvári Pál általános iskola egyik tanulója adta át jelképesen az összegyűjtött adományokat a Herosz állatotthonnak. Az iskolában a múlt hét az állatvédelem jegyében zajlott. Az intézmény igazgatója szerint fontos, hogy a gyerekeknél minél fiatalabb korban kialakuljon az, hogy segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Kutya az ember barátja, hogy a másik oldalt is megközelítsem. A gyerekek nagyon szeretik az állatokat, Vasvári ökoiskola, tehát teljesen alapvető volt, hogy ezt az érzést, ezt elmélyítsük bennük, és kialakítsuk azt a tudatosságot, hogyha valaki még inkább rászoruló, a gazdira váró állat. A székesfehérvári állatmenhely vezetője azt mondja, nem csak ilyenkor, hanem egész évben szívesen fogadják a felajánlásokat, minden segítség számít. Rengeteg az állat, és ugye most ebben az időszakban egy kicsit kevesebb is az örökbefogadás, hiszen azért mindenki jobban meggondolja, hogy tud-e egy állatra költeni, mert ahogy minden más drágult, úgy az állattartásnak is az összes költsége megdrágult, és nagyon fontos számunkra az, hogy tényleg felelős örökbefogadások legyenek, hogy utána ne kerüljenek ki az állatok újra az utcára, hiszen akik hozzánk bejutnak, azoknak azért mindegyiknek már egy nagyon-nagyon rossz sorsa volt. Az ünnepélyes átadáson részt vett a városrész önkormányzati képviselője is, aki átvette az iskolások által összegyűjtött tartós élelmiszercsomagokat, amelyeket a helyi rászoruló családokhoz juttatnak el. Fontos, hiszen ezt is meg kell tanulni, és a gyermekeinknek át kell érezni azt az érzést, hogy jó adni, és ezt a fajta jótékonysági kultúrát is nevelnünk kell a gyerekekbe, és ezért tényleg hálás vagyok. Nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, akik lehetővé tették, hogy csekény ajándékukkal, adományaikkal gazdagítsák a szervezeteket. A Te adományoz elnevezésű akció keretében új plédekkel, konzervekkel és száraztáppal gazdagodtak a Herosz négy lábú lakói.